Azok között, akik felzarándokoltak, hogy az ünnepen imádják Istent, volt néhány görög is. Ezek oda mentek Fülöphöz, aki a galileai Betsaidából származott, és kérték: Uram, látni szeretnénk Jézust. Fülöp fölment és szólt Andrásnak. Aztán András és Fülöp elmentek és megmondták Jézusnak. Jézus ezt válaszolta: eljött az óra, hogy megdicsőjön az ember fia. Bizony-bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad. Ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, az becsülni fogja az Atya. Most megrendült a lelkem. Mit is mondjak? Atyám, szabadíts meg ettől az órától. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőíts meg nevedet. Erre hang hallatszott az égből: megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. Tulajdonképpen csak azt mondom nektek, hogy Jézus Krisztus, mint személy. Lehet, hogy valakinek unalomig ismételgetett, lehet, hogy valaki éppen most kapcsolja ki a televízió készüléket, ha meghallja. Lehet, hogy valaki áhíratos ábrázatot kezd majd elvágni, vagy valaki imára kulcsolja kezét. De az biztos, hogy reagálni fogtok rá, ha meghalljátok az ő nevét. Názáreti Jézus Krisztus. Vagy simán csak Jézus Krisztus, vagy Jézus Krisztus, Isten fia megváltó. Vagy ahogy olyan sokszor az evangéliumban előkerül, hogy kinek tartják őt az emberek. Látni szeretnék Jézust, ez két idegennek a kívánsága, akik oda mennek az apostolokhoz, és ezt mondják nekik: hallottunk már róla, kíváncsiak vagyunk rá, mit fog megint csinálni, vajon újra kiűzi az árusokat a templomból, vagy meggyógyít egy vakot, egy bénát, egy sántát, vagy mi lesz most itt az ünnepen? Feljöttünk az ünnepre, látni szeretnénk Jézust. Mi lesz ennek a történetnek a vége? Vajon mit fog újra majd csinálni? Falhoz vagyok állítva, vagy sarokba vagyok szorítva, de itt történni fog valami. Hát beszélnek róla a papok. És nem csak a papok. Beszélnek róla a farizeusok, a vallási vezetők, beszél róla a politika, és beszél róla a nép. Nem lehet mellette elmenni úgy, hogy ne foglaljál állást. Ismétlem, ebből balhé lesz. Vagy elfogadják, vagy megtagadják. Vagy ő a próféta, vagy ő a király. De arra megy majd ki az egész, hogy ő, nekik a királyuk? Az én királyom? Végre az, amit hittünk az írásokban, a proféciákban, az fog általa beteljesedni? Az építőanyagról szeretnék beszélni, amely nem más, mint ennek az evangéliumnak a szavai. Az egésznek. Máté, Márk, Lukács és János. Egyetlen evangéliumának szavai. A történetet, amely idáig fokozódott, tudjuk, ismerjük. Talán ti is tudjátok, hiszen húsvét közeleg. Az egész ott fog betetőződni, megmutatkozni, de mégis igaz a dráma. Mégis igaz az, ami a kérdéseket indukálja, ami gerjeszti, hogy kicsoda ez a názáreti Jézus Krisztus. Látni akarjuk Jézust, kíváncsi vagyok rá, mi lesz vele. Ez ugyanúgy lemegy a te életedben is. Veled is. És felteszed ezeket a kérdéseket. Az anyagot megfogtuk, illesztettük, elhelyeztük, és látjátok az eredményét. Szépen, lassan befejeződik, de nem örökre, mert ehhez kell lesz,
hogy birtokba vedd, hogy lakjál benne, és a sajátod lehessen. Jézus Krisztus az alapot lerakta, és a falak már állnak. Most te következel, hogy birtokba vedd a házadat, az egyházadat.